kellemes időtöltést, itt vagyunk az M3 autóparkban, ahol egy mérges oroszlánnal kell szembenéznünk, de senki ne egyen meg, velünk van Concerto is, aki abban a pillanatban, ha megtámadna minket, akkor le fogja fogni ezt a mérges oroszlánt. Félretéve a hülyeséget, van egy nagyon jó kis 206-os Peugeot, amiben 227 ezer kilométer szaladt bele az elmúlt években. Ez 2002-es az autó, 1.4 HD, 68 ló, ezt tudja ő, és láthatóan elaludtak a kontrollámpák, és a motor is szépen üzemel benne. Ezen kívül mit tudunk még mutatni? Gyári zenénk van, innen kormányról, mellőről vezérelhető ez a kis zene benne, ami jól szól, illetve manuális klímánk is van, egy 5-ös váltóval. Ezen kívül állandó szakértőink a légzsák rendszer működését tesztelték. Köszönöm nektek is, fiúk, Ferinek is, Petinek is, hogy ilyen kedvesek, és ezt is átvizsgálták helyettetek, illetve helyettem is. Tehát a légzsákon kikapcsolható, állítható az ülés, illetve a kormány, fordítva mondom, és ha az ülésről beszélgetünk, akkor látható, hogy teljes kopásmentes, és ugye oldal légzsákunk is van itt látható, ez a kis műanyag darab. Na és akkor nézzük a hátsó részt. Itt is szép a kárpit, ugye szürke és kék pepita, ez a kombináció, és igen szépen feldobja a kis autónkat. A gumik azok teljesen rendben vannak, és jó állapotúak, és 2016 7. hóig műszaki évvel rendelkezik az autónk, a belseje pedig nagyon szép, kultúrált, tiszta, kötelező tartozékokkal ellátva, a kalaptartóval, fejtámlával rendelkezik a járművünk. És akkor nézzük meg a karosszériát is, így néz ki messziről ez a kis ötajtós autó, ami ugye fehér színű, itthoni magyarországi darab, szép zöld üvegekkel látták el a Peugeot műveknél, még a motorterébe belekukkolhatunk. Az aksi biztos, hogy jó benne, látható a karbantartás, 2015. februárban volt olajcsere az autón, és így ketyerészik egy jó HDI motor. Azt gondolom, hogy érdemes benézni hozzánk az M3 autóparkban, ez megnézhető, megvizsgálható, és kipróbálható, és vihető is azonnal. Gyertek be hozzánk, legyen a tiétek ez a szép kis Peugeot Muszlát.